beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Kedves hallgatók, a mai vendégem nem csak azért Ari, mert aranyos, hanem mert ez a keresztneve is. Bemutatom önöknek a finnországi származású Ari Kupszus galéria tulajdonost, művészetkedvelőt, divatszakembert, a 18. század végi és 19. század elejé műalkotások és régiségek gyűjtőjét. Ari Kupszus már 20 éve Magyarországon él, felkarolta a fiatal magyar zenész és képzőművész tehetségeket, és ösztöndíjakkal, jótékonysági szalonkoncertekkel, nemzetközi művészterepekkel segíti munkájukat. Fogadják szeretettel a finn műgyűjtőt és mecénást. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok! Szeretettel üdvözlöm Ari Kupszust a műsoromban. Pontosan 20 évvel ezelőtt költöztél Magyarországra, de nem tudatos volt az első látogatásod, csak pár napra szerettél volna eljönni Budapestre, megünnepelni a születésnapodat a New York kávéházban, de neked annyira megtetszett a keleti pályaudvar, úgy döntöttél, hogy itt ragadsz. Igen, ez érdekes volt, hogy Varsóban laktam, és már kellett volna költöznöm vissza Finnországban, Helsinkibe. De gondolkoztam, hogy 2 hétig még itt fogom Balkán országok körbejárni, mert kommunizmus időben Finnországban nem nagyon jöttünk arrafele. És este indultam Varsótól, reggel vonat érkezett a keleti pályaudvarhoz, mikor leszálltam a vonatról, ezt még néztem a épületet, teljesen beleszeretettem a épülethez, és gondolkoztam, hogy rossz vonattal jöttem, hogy valahol Oroszországban vagyok, mert Oroszország tele van olyan pompás, klasszicista épületeket, és de nem, ez Budapest volt. És Helsinkiben még laktam, utolsó 5,5 év alatt én minden hónap utaztam Szentpétervárra, hosszú hétvégre, csak az épületek miatt. És nekem Szentpétervár egy legszebb város, legpompásabb város világon. De Magyarországon, Budapesten meglepetés volt, hogy itt annyira sok hasonló épületek vannak, mint a pompás Szentpétervár. Pont a keleti pályaudvar is. Ez azt is érdekes, hogy mindig, mikor mezelem ezt a magyaroknak, ők mondták, hogy ja, nyugatit? Mondtam, nem nyugati, keleti. De keleti? Mert magyarok látják csak emberek, akik ott járnak a keleti pályaudvaron. Hogy meg sem figyelik, lehet csak elmennek mellette. Igen, ez plusz nincsen felújítva, ez természetesen értem, hogy nyugati, ez Eiffel tervezet alatt épült, és ez magyaroknak fontosabb, mert híres tervező volt, pedig a keleti is híres tervező volt, de sokkal-sokkal pompásabb. Mondtad, hogy meglepődtél, hogy Budapesten ilyen szép épület van. Milyen kép élt a fejedben akkor Magyarországról vagy Budapestről? Igazából én gondolkoztam, hogy Csehország, Lengyelország, ez Magyarország haszon, mert mindig gondolkozunk délen, hogy ez a három ország kicsit hasonlített máshoz. És olyan, mint a skandináv országok, és Svéd, Finnország, és Norvég, és Dánia, mindenki mondja, hogy ugyanaz a stílus, ugyanaz az emberek. És én kicsit vártam csúnyaságot, mert Varsó se nem a legszebb város. És tudtam, hogy itt nagyon pompázták. Természetesen az iskolából ismertem
a Budapestet is, ezt Magyarországot, de képről láttam iskolában ezt valami tévében, vagy valami újságban, vagy valami, de mikor szemével látsz ezt a várost, ez teljesen más. De a másik, ami itt ragadt rám, volt ugyanaz, mint Szentpéterváron, a városi hangulat. Ez nagyon nehéz mondani, de lehet érezni olyan déli és keleti keverést. És ugyanazt éreztem Szentpéterváron. Magas nívó kultúra, ami itt van Magyarországon, Budapesten, ez a Szentpéterváron, nagyon-nagyon közelít egymáshoz ezeket a két város. Hallják a hallgatók is, hogy milyen gyönyörűen beszélsz most már magyarul. Kihangsúlyozom, hogy most már, ugyanis amikor ide kerültél, egy kukkot nem tudtál. Egy szót se nem tudtam magyarul, nem se ismertem magyarok. Nehéz is volt, mert senki nem beszélt angolul. Senki. Amikor döntöttem, hogy ide fogom költözni is, én első 6 év majdnem csak a külföldiekkel foglalkoztam, mert magyarok nem beszélték nyelveket. Vagy mikor tanultam, hogy beszélnek, de félték beszélni nagyon, hogy ami később észrevettem, hogy ez a oktatási hibája. Mert nálunk Finnországban nyelvoktatás próbál olyan módon tanítani a nyelveket, hogy tudjunk használni, hogy nem baj, ha hibázunk, nem kell a nyelvtant tökéletesen tudni, csak hogy használunk a nyelvet, ezt tudjunk beszélni. Nálunk kötelező 2 órát beszélgetni minden hetente iskolában, és csak beszélgetésre vannak az órák. És te Magyarországon észrevettem, hogy itt nyelvtan a legfontosabb, hogy nyelvtant kell tökéletesen tudni, de itt nem tanítják, hogy kell beszélni, ezt használni a nyelvet. Ezért észrevettem később tényleg, hogy magyarok nem bírták beszélni, de értették, amit mondok. És hogyha volt egy ilyen korlátod az elején, hogy nem tudtad a magyart, akkor mihez tudtál kezdeni? Mit dolgoztál itt? No, ez érdekes volt, mert Varsóban, finn külügyminisztérium, ez Európa Unió projektben dolgoztam. És vége lett a projekt, majdnem 12 hónapot voltam, mikor annyira beleszeretettem a Budapestre. Európa Unió mondta, hogy ha én találok itt valami finn tulajdonomban lévő céget, ahol tudok dolgozni, az Európa Unió fog hosszabbítani fél évre ezt a projektet. És második napon már találtam egy kis szállodát Óbudán, ami finn tulajdonomban volt, és ott dolgoztam fél évig. És utána beszéltem a finn bankkal, mert itt 20 év ezelőtt nagyon drágák voltak a felújított lakás bérleti díjak. És számoltam, hogy nekem jobb lenne fölvenni egy lakáshitelt finn bankról, ezt vásárolni egy lakást. Azt csináltam, és utána 8 hónap csak felújítottam a lakást. És utána? Utána dolgoztam a Brioni divatáruházzal. Brioni a legdrágább ruhamárka világon. Akkor divatszakember is voltál? Azt már Finnországban 12 évig dolgoztam a divattal. Vásároltam, terveztem, csináltam a kollekciók az áruházakban, és utolsó 5 év Finnországban stylistként dolgoztam. Én öltöztettem a finn köztársaságelnök, miniszterelnökek, híres embereket, plusz köztársaságelnököt is. Wow, volt saját kollekciód is, vagy kinézted, hogy megben? Nem, ez csak világmárkák, Cerruti, Versace, Armani, Corneliani, ezekkel dolgoztam. Ez ott is Olaszországban tanultam, Cornelianival, Zeniával, Cerrutival. Plusz Armanival is dolgoztam Londonban néhány napot. Igen. Akkor téged minden érdekel, ami szép, ami esztétikus, hogyha jól értem. Az előbb beszéltél az építészetről, a szép stílusokról, ugyanúgy a ruházatban is szereted a szépet, és most itt ülünk a galériádban, az Arikupszusz galériában, és azt érzem, hogy nem is egy galériában vagyok, hanem egy otthonban, ugyanis gyönyörű szép antik bútorok is vannak körülöttünk, nagyon otthonosan berendezted. Régi szék gyűjtő is lettem, ez kezdődött lassan
Igen, 1994 voltam Szentpéterváron, az Ermitáson. Természetesen ott is képek láttam korábban, és de mikor ott sétáltam a palotában, ezt láttam, ezt a pompást, ezt a kristálycsillárokat, arány, tűzarányozott gyertyatartók, gyönyörű mahagóni pútorokat, teljesen bolondultam. Ermitás látogatás után találtam egy kis régiszékboltot, ami furcsa volt a legdrágább szálloda Európeiskaja pincébe. De olyan olcsó volt ilyenkor, 25 éve ezelőtt ez a régiszékbolt, hogy láttam ott néhány olyan gyertyatartó, tűzarázott bronz gyertyatartó, ami Ermitáson is láttam, ezt vásároltam. Hoztam haza, ez abból kezdődött igazából a régiszék gyűjteménye. Ezért is mentem vissza mindig havonta a Szentpétervárra, mert minden palotát körbejártam, és Carskoje Selón is, plusz a belvárosi paloták, ahol csak lehetett bemenni. Nekem legnagyobb orosz ampír bútor kollekció van Magyarországon. Azok közül láthatok itt is ebben a teremben? A kanapé, ahol ülünk. Uh-huh. Ez 1820 Szentpétervári munka. Neked a régiségek iránti szereteted már gyermekkorod óta megvan, mert nagypapád is 6 évente, 7 évente átrendezte a lakását, hogy új bútorok legyenek körülötte, és aztán a szüleitől is ezt láttad. Igen, a nagypapám tényleg olyan volt, hogy ő mindig rendelte a anyagokat Angliából, mindig a szabó várta ruhákat, mindig nagyon divatos volt. A saját otthonát 7-8 évenként mindig újította a belső termekbe, mert mindig divatos kellett lenni. Mindig divatos helyen lakták, és anyukám még májnapon is, most 77 éves, és még májnapon is a Tampereben, ami második legnagyobb város Finnországban, egy legdivatosabb hölgy. Neki fantasztikus a stílusa. Te nagyon sok fiatal művészt megszólítasz, és elhívod ide a galériába, hogy mutassák be, hogy miket festenek. Mi a célod ezzel? 2000, mikor ismerkedtem néhány Liszt Ferenc Zeneakadémiai professzorral, észrevettem, milyen nehéz helyzetben vannak a tehetséges magyar diákok. Mert Magyarországon nincsen olyan állami támogatás a diákoknak, mint Skandináviában van. Finnországban nincsen baj, ha szekény vagy gazdag családból származott. Mert mindenkinek ugyanaz lehetőség van tanulni. Mert minden iskola, minden anyag, minden könyvek, étel az iskolában, út is iskolában, ha messze laksz, is ingyenes. Semmit nem kell fizetni. Egyetem is. És Finnországban a gazdag gyerekek, szekény gyerekekkel ugyanaz az iskolában, ugyanaz a tanteremben járnak, mert nálunk nincsen elitiskolák. És minden állami iskola. Állami Finnországban nem baj, ha Helsinki környéke vagy Lapföldön jársz iskolában, minden iskola ugyanaz. Itt Magyarországon azt tanultam, hogy ha szülőknek nincsen pénz, nincsen lehetőség tanulni se. Ezért gondolkoztam, vagy döntöttem is, hogy átköltözöm a jótékonysági társaságomat, amit már Helsinkiben 1994 találtam. Átköltözöm ide Magyarországra, és kezdtem segíteni ösztöndíjakat átadni a Liszt Ferenc Zeneakadémiai hallgatóknak. Ez érdekes volt, hogy Finnországban Sibelius Akadémiai hallgatók támogattam 5 évig ezelőtt, és Sibelius Akadémián több mint 2000 külső támogató van. Magyarországon a Liszt Ferenc Zeneakadémiai rektorral beszéltem. Hatalmas meglepetés volt, hogy Liszt Ferenc Zeneakadémiával 0 külső támogató volt. Mikor nyitottam a galériát 2009, döntöttem, hogy fogunk bővíteni ezt a tevékenységet, és fölvettem a kapcsolatot a Képzőművészeti Egyetem rektorral, Fries Königgel, és szintén aláírtunk a támogató szerződést a Képzőművészeti Egyetemmel is. Ez azóta most már 10 év ösztöndíjakat adjunk is a Képzőművészeti Egyetem festő szakhallgatóknak. Mm-hmm.
Amikor találkoztunk, kihangsúlyoztat, hogy jókor jöttem, mert még most ebben az időszakban itt talállak, ugyanis te nyáron galériástól, mindenestől elköltözöl egy kis faluba, egy kastélyba, ahol művésztelep zajlik egész 3 hónapon keresztül. Igen, június 1-től hivatalosan is a galéria plusz én is magánemberként költözünk az Iszkaszentgyőri Amadé Pajzat-Pappenheim kastélyban. A kastély több mint 30 évig üresen állt, és 2012 foglaltam a kastélyról 2 szobát, tehát finn nádkövetség emlékszobák alakítottam, mert ez a kastély, ez a kastély, ahol finn követszeg háborúkor tartózkodott, mikor bombázták a Budapestet. Akkor nem hiába választottad ki ezt a kastélyt. Nem, de azt is érdekes volt, ezt abból a kastélyból mi nádkövet úrral hallottunk Finnországból. Ja. Nem tudtuk, hogy itt van ilyen kastély, de Finnországban valaki olvasott egy memoárt, ez ott volt írta, hogy van egy Pappenheim nevű kastély, ahol finn követszeg tartózkodott. Most mutattál gyönyörű képeket egy finn újságban erről a kastélyról, oda is gyönyörű bútorokat vittél. Igen, én döntöttem, hogy fogom berendezni a kastélyt eredeti módon, mert ami meglepetés volt szintén számomra, hogy Magyarországon nincsen nagyon múzeumok, ahol eredeti bútorokat maradták. Mert itt szapát raplász volt, ez minden kastélyt üritették, minden kúriát üritették, és ami kastélymúzeumok voltak régebben, ott nagyon össze-vissza voltak a kollekciók, és nagyon sok helyen szintén a régi képekről másolatok csinálták. De számomra múzeumban nem lehet másolatok kiállítani, mert ez hamis múzeum. Próbálok eredeti módon berendezni. A szalomban, ahol freskók vannak, eredeti freskók, vannak a rokokó freskók 1750-ből, oda csak rokokó abból a stílusból próbáltam találni a bútorokat. Van egy Biedermeier szalon, ami Biedermeier színkártyából fölvettem a falszíneket, Biedermeier stílusban terveztem a függönyöket, és a bútorok tisztárják minden 1830-1860 közöttiek. Van egy Napóleon szalon, ami Napóleon legkedvesebb színre, kékre volt festve, mászik Napóleon kedves színnel, az arany színnel, a nap színnel. Kárpítoztam a bútorokat, plusz indiai sejemből, arany színű sejemből csináltam a függkőnököt, vagy én csináltam a függkőnököt. Szó szerint igen. És ott is a bútorok, a Napóleon korúak 1700 végéről 1820-ig. Több ampír szaló van az én dolgozószobám is, tiszta ampír. Az én dolgozószobám Szentpétervári orosz ampír bútorokkal van berendezve, ami Szentpétervári palotájból származnak. De vannak olyan érdekes bútorok is, ami Rákóczi herceg családból származik, ami bárónő hálószobában. Helyeztem egy ágyat, ami Rákóczi herceg családból származik, egy védett darab. Szinte van egy tükör, ami Borsi várból, Rákóczi herceg várból, szülővárból szintén származik. Vannak a téki kastélyból származó bútorokat, nádasdi kastélyból származó bútorokat. Van még a Széchenyi István gróf használatban volt 2 ruhaszekrény van is, ami. Szóval ilyen bútorok is próbáltam találni, de Magyarországon nagyon-nagyon nehéz találni ilyen korú bútorokat. Régi bútorokat itt vannak sok, de 1700 végéről, 1800 elejéntől alig látható. Igazából Magyarországon soha nem volt egy kastély, ami magyar bútorokkal volt berendezve, mert a nádbolgári lakások voltak a magyar bútorokkal berendezve, a kastélyok majdnem minden osztrák bútorokkal, német bútorokkal, francia vagy olasz bútorokkal volt berendezve. Olyan, mint mi kastélyunk is, bárónő mondta, hogy volt a főépület ampírral, osztrák ampírral volt berendezve. Gyerekek kastély, ami 12 szobás kis kastély volt, egy szárny, ez pedig olasz reneszánszal volt teljesen berendezve. És amikor oda költözöl a kastélyba nyáron, akkor ott milyen programok vannak?
Idén Nagy Kápor 70-es éves születésnap kiállítást szerveztem. Nagy Kápor volt a majdnem 40 év a Képzőművészeti Egyetem festőszaknak a igazgatója. Következő program a Finn Privát Zeneiskola tartja mesterkursust a finn gyerekeknek. 3 évestől 16 évesig körülbelül 10-12 gyerek jön minden június első héten, és énekmesterkursus tartják nekik. Ők a gyerekek, aki finn állami operaház is használ minden produkcióban, ahol gyerekekkel. Ott nagyon, nagyon jó énekesek. És tényleg 3 évesek is már énekelnek a szólók, és mindig van a koncert, tehát mindig szervezem neki a koncertet is. A következő program Nemzetközi Művésztelep, ami most már 10 év működik, és egy leghíresebb művésztelep lett Magyarországon. Idén voltak a Kanadából, Finnországból, Amerikából, Indiából és Magyarországról a művészek. Szintén van egy orosz művésztelep, ami Bécsben, Viennában élő orosz festők jönnek a kastélyban 4-5 napra, és ez igazából ez szintén a mesterkursus és művésztelep, mert Ripin Akadémiából jön mindig a Dinara Nurinova, egy híres festő, aki tanítja a művészeket. Ez a Ripin Akadémia, ez a legmagasabb rangú képzőművészeti egyetem az egész világon. Jövő nyáron lesz az elsőként Olaszországból, költözik az én kastélyomban egy opera énekeseknek egy mesterkursus, ami szinte már több mint 20 év működik ott az Olaszországban. A zenész, ez a énekes vagy agent, aki szervezi, most látogatott engem a kastélyban, ez annyira beleszeretett, hogy mondta, hogy no most Olaszországból ide költözünk jövő nyárra. Augusztusban, augusztus utolsó héten már 4 év Bécsből, Viennából jön egy balettiskola, az ott balettmesterkursus van. Ezeket is osztrák lányok, akik jönnek. Ez idén érdekes volt, hogy a lányoknak a anyukájak is akarták balettmesterkursusra jönni, hogy minden anyukája, nem baj, kövér, magas, vagy alacsony, vagy mi, mindenkinek tartottunk szintén 2 órát naponta egy balettmesterkursust. És ez nagyon-nagyon vicces volt, de fantasztikus, hogy anyukák is részt vettek. És minden hónap van egy képzőművészeti kiállítás, több koncertek is vannak, a szalonkoncertek, ott van egy gyönyörű, freskó, 100 négyzetméteres koncertterem, és más fogadások vannak. Ez évente természetesen a legnagyobb fogadás, az én születésnapi parti. Az zárja az egészet. Igen. Egyszer volt, és falusiak mondták, hogy Ari, soha nem történt ilyet itt faluban, hogy neked minden évben kell tartani a születésnapot, és ez minden évben, ez egy gyelmes parti a parokkertbe. Hú, ezek a művészek nagyon szerencsések, hogy egy ilyen kastélyban alkothatnak nyaranta. Ari, most beszélgettünk itt festészetről, építkezésről, építészeti stílusokról, de van egy szalonod is, ahol koncertek szoktak lenni, galériáról. De hogyan fogalmaznál, hogy mi vagy te tulajdonképpen? Mi vagyok én? Életműves. Ebben minden benne van. Én olyan módon akarok, vagy mindig akartam is élni az életet, hogy ami tetszik nekem, hogy én is szeretem. Szóval ezért szervezem ezeket a koncerteket, mert mikor 6-7 éves voltam, régi olyan 30-40-es évek fekete-fehér filmek megnéztem a tévében, amit Magyarországon is ugyanaz a filmek láttam, ami kastélyban vagy valahol történet, az ott mindig volt ez a két nagyon híres finn színésznő, Regina Linnanheimo vagy Ansa Ikonen, ezt mindig énekelték egy szép szalomban,
apán a zongora mellett. Ez már 6-7 évesen döntöttem, hogy nekem is valamikor lesz egy zongora, ez egy opera énekes fog énekelni nálam. Ezen mindig nagyon szeretem, mikor nálam a saját otthonában van egy szalon, fantasztikus művészek játszanak vagy énekelnek. Akkor a saját otthonodba engeded be a nézőket? Igen, igen, a szalonok a saját otthonomban vannak. Ugyanaz nyáron a kastélyban. Hmm. És ez neked így természetes? Nekem természetes. Hmm. Nekem természetes. A saját lakásomat is ugyanaz a módon berendeztem, mint a kastélyt. A lakásomban minden tárja 5 szobában 1860 előttiek. Pont ezt a régi módi szalon hangulatot akartam építeni. Láttam, hogy nagyon sok országban éltél már, a világ minden táján. Most itt vagy Magyarországon. Igen. Mit szólsz, Ari, hogy itt fogsz maradni, ez az utolsó állomásod? Azt gondolom, hogy ez az utolsó állomásom. A budapesti rezidenciát fogom életvégéig biztos tartani. Ez érdekes is, hogy mikor utazom, mindig vágya van visszajönni Magyarországra. De soha nem éreztem ilyen Finnországba. De Szentpétervárra igen. Uh-huh. Ott is mindig szeretnék visszamenni. De Magyarország, ez a csoda ország nekem. Ezen nagyon szeretem itt lenni, nagyon szeretem itt élni. Minden nap imádom sétálni Budapesten körbe, megnézni a régi házakat. Itt van valami, amit korábban is mondtam, ez a keleti, nyugati keverés, ez a hangulat van a városban, ami nekem tökéletes. Ari csoda országban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Művészek biztos nagyon hálásak neked, hogy segítesz nekik itt Budapesten, és további sok sikert kívánok a munkádhoz. Köszönöm szépen nagyon. Egyenesen a szívemhez, de nekem.